Köszöntöm a kedves nézőket! Az élet nem csak fehér és fekete. Kalandozzunk ma is Kulin Ágnessel a színek világában. Ez itt a Nőidő, maradjanak velünk! Nagyon szeretem ezt a várost, rengeteg személyes élmény, ahogy mondod, tehát itt nőttem fel, ez meg ugye Dobrogy számomra a két ilyen gyerekkori hely, amelyek... Dobrogy miért? Hát anyai ágon nagymamám tanító volt, és őket oda helyezték ki a férjével, és akkor én minden nyaramat, véget ért az iskola, pont a szülinapomon mindig 24-én születtem májusban, és 25-én véget ért az iskola, és lementünk Nagyihoz, és akkor ott voltam egészen szeptemberig. Azok fergeteges nyarak voltak, hát itt meg évközben, ugye. Meg főleg, amikor már elkezdtem célirányosan a művészet felé indulni, megkacsingatni, nagyon jó tanáraim voltak a kezdeti években is, amikor még szakközépben, meg szakkörökre jártam, nagyon jó helyekre jutottam el, és mindig bennem volt az Ungpart, mert ugye ott a Prospektről indultunk, és mindig vagy a Pedjumba átjöttünk a most már Masaryk hídon, ez volt régen a forgalmi híd, és akkor átjöttem a hídon, és akkor az általános iskolába lefordultam balra, mentem a Pedjumba. Azután már a vége felé, amikor már készültem a szakközépiskolai felvéletire, átjöttem a Masaryk hídon, lefordultam jobbra, és jöttem Bali bácsihoz. És akkor mindig végighoztam a jó, akkora volt a mappa, mint én magam, benne az sok munkával, és akkor végigcipeltem esőbe, hóba, sárba, és akkor itt várt mindig a Zungparton, a Pingvin bár mellett Bali bácsi. És ő akkor, egy nagyon meghatározó személyiség lehetett. Nagyon jó pedagógus volt. Nagyon. Szerintem művészeti pedagógusként az egyik ilyen minta számomra. Ugye én is a pedagógiai szakmában, oktatói szakmában dolgozom, ez az egyik hivatásom, választott hivatásom, és nagyon sokszor eszembe jut Pali bácsinak a hozzáállása, meg tanácsadása, meg ahogy velünk viselkedett, nem csak mint külön órákon, hanem engem mondjuk nem tanított a szakközépiskolába, festőket tanított. Én a szakközébe tervező grafikára jártam, és ott technológiát tanított nekik. De maga az ő személyisége, hogy megjelent az iskolába, hát mindenki ráfigyelt, és akkor mindenki Pali bácsival akar beszélni, mindenki tőle várta a tanácsokat. Nem erre Réka tanárnőd jut eszembe, itt a víztükörről. A kiállításon rólad azt mondta, hogy Áginál a tükörben nézés a külvilág reflektálását és befogadását képezi, és a szerep próbálgatását. Segíts nekem megfejteni ezt a gondolatot. Igen, sokat gondolkodok én is, még mindig megfejtetlen dolog számomra maga ez a tükör, meg hogy látom, meg mit látok a tükörbe. Amikor próbáltam valahogy ezt összehozni egy kiállításba, akkor volt egy ilyen tükrözve önálló tárlatom Budapesten, akkor Rékát kértem meg, és akkor ő is akkor látta együtt ezeket az anyagokat, mert ugye az egyetemen nekem ő volt a tanársegédem, meg sok ilyen pályázatban őt kértem fel tutorként, mert nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és mindig úgy éreztem, hogy jó irányba tud nekem segítséget adni. Nem úgy adott tanácsokat, hogy a saját maga gondolatát akarta rám erőltetni, hanem látta, hogy én mifelé, mi az, ami engem érdekel, és hogy ő abba próbált nekem segítséget adni, hogy miket kéne elolvasnom, vagy mikkel kellene foglalkoznom. És ez a megnyitó beszéde is számomra egy ilyen segítség volt, hogy,
hogy tényleg rámutatott arra, hogy igen, ezekben a tükrökben, ezekben a tükrös munkákban a különböző szerepek jelennek meg, de ezek az általános szerepek, amelyeket mindannyian az életünk során a hétköznapjainkban magunkra veszünk, mert néha komolyak vagyunk, néha bohócok vagyunk, néha szerelmesek vagyunk, néha szomorúak vagyunk, néha a tükörbe nézzünk, akkor magunkat ugye nem úgy látjuk, mint más, és mindig másképp látjuk magunkat, és ezek az irányított tükörképek, amelyeket úgymond meg tükröződősek, amiket készítettem, azok ezekre a szerepekre próbáltak egy kicsit úgy ráfókuszálni, egy-egy szerepre. És a tükör a misztikusságot is jelenti nálad? Természetesen. Nagyon összetett dolog maga ez a tükör, meg ennek a tükörnek a felülete. Nagyon sokan foglalkoztak vele, és próbálták ezt megfejteni, hogy ugye ez nem csak egy tárgy. A magyar népi kultúrában is rengeteg hagyomány, meg beidegződés, meg ugye babona kapcsolódik a tükrökhöz, ugye az közismert, hogy az egy kapu. Ugye egy kaput nyit egy másik világba. És ezt is így meg, Foucault azt mondta, hogy a tükör az egy heterotróp világ, egy heterotróp rész, hiszen amikor belenézek a tükörbe, akkor a magamat látom egy másik térbe, végül is magam hiányát látom. Hiszen én ott vagyok a tükör, a tükör, mint kapu egyik oldalán, és én nem megszűnök létezni abban a térben, ahogy a tükör előtt állok, átlépek a tükörbe, hiszen a tükörképen bekerül a tükörterébe, és ott látom magam. Tehát átkerülök a tükör másik oldalára. És akkor ez a fajta gondolkodás, meg maga, hogy a tükörnek a tere, hogy mi ugye fordítottan mutatja a világot, ebben a megfordításban egy teljesen új kép jelenik meg. Tehát ugye, nagyon túl, tényleg egy misztikus dolog ez, és egy misztikus tere van a tükörnek, és ezzel már rengeteget lehet még foglalkozni, és én is úgy érzem, hogy még csak a felületét, kezdetén még csak tartás. A foncsornál járok, igen, kísérletezem, hogy milyen tükröződő felületeket tudunk létrehozni, de igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Mesélj nekem egy kicsit a munkáidról, kiállításaidról. Hogyan lehet kijuttatni úgy belföldre, mint külföldre a képeket? Milyen marketinggel? A művész céltudatosságától meg a céljaitól függ. Tehát, hogy hogyan képzeli el mégis a jövőjét, hogy kiknek készíti el a munkáit, milyen pályát gondol magának, kiknek szánja a képeit, kiknek akarja bemutatni. Egyáltalán be akarja mutatni. De emellett meg főleg az egyetemen, Budapesten, hát, hogy is mondjam, pofáncsapás is volt, meg szemfelnyitás, hogy amikor elkezdtek úgymond beszélni a művészetnek a másik oldaláról, a marketingről, meg a hype-ról, meg az egész művészeti kultúra különböző szintjeiről. És ott viszont, mint 21. századi művész, ugyanúgy nagyon fontos a PR tevékenység és az önmarketing. Hogyan képzeled el magad, mint művész? Kiknek akarod a munkádat csinálni, és ez erre készített, úgymond erre is készíti fel a diákokat ez az egyetem. Erre az új világra. Hát, néha úgy gondolom, hogy szörnyű, néha meg úgy gondolom, hogy muszáj, szükség van rá. De, mint minden piac, a pénz mozgatja. És sokszor a kultúra egy nagyon szubjektív dolog. Nagyon szubjektív maga az is, hogy mitől tartunk egy alkotást jónak, szépnek, vagy maradandónak, aktuálisnak. Van Gogh jutott eszembe. Uh-huh. Haj meg, és nagy leszel. Uh-huh. Hát én még szeretnék élni. De nem is. Akkor a teljesetőben ne tegyük ilyen későre. De nem is tudom, hogy vágyom-e úgymond hírnévre, művészi hírnévre. Természetesen nem csak azért készítem a munkáimat, hogy ahogy az íróknak szokták mondani, hogy a fióknak ír,
de valahogy bennem nincsenek ilyen ambíciók, meg hát, hogy nincs bennem annyira arra ambíció, hogy belekerüljek ebbe a magas művészeti körökbe, és akkor megtanuljam, vagy úgy próbáljak alkotni, ugye olyan önmarketinget kezdjek el csinálni, amivel céltudatosan oda akarok bejutni a felső rétegbe, és ebbe fel úgymond hype-olni magam. Én úgy érzem, hogy ez nem is mindig szükséges. Természetesen nem minden alkotást tartok arra méltónak, ami belekerül a művészeti kereskedelembe, meg a gyűjteményekbe. Ugye ez egy iparág, ugye, ahogy mondtad, a piac, ami azért irányított is, tehát mindig azért megtalálódik a gyémánt a szín között. Megérkeztünk a Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeumba, ami Boksai József nevét viseli. Ez a galéria rész, itt mindig idéglenes kiállítások vannak. A Révész Imre Társasággal is itt szokott menni a téli tárlatunk. És most megyünk át a képtárba. Végülis ez a múzeumnak a gyűjteménye. És ez itt a területen, ez a legnagyobb gyűjtemény. És tényleg csodálatos képeket lehet találni. Különböző tematikus szobák vannak. Most az Hrabár Igor szobában vagyunk. Átmegyünk az Erdélyi szobán, aztán a Boksai József szobán, és utána pedig ilyen időrendben, kronológiai sorrendben vannak a különböző képcsoportok, meg a műalkotások bemutatva, és van, ahova tartunk, az az egyik kedvenc kis szobám, ahol van végül is a Közép-Európa művészet, ahol a magyar alkotóknak a munkáit látjuk, és ott van egy kedvenc képem, amit megmutatnék. A magyar alkotóknak a termében vagyunk. Ugye van itt Révész Imre, ott két alkotás is van ebbe a szobába, de Csók István, van itt nekünk egy Abanovák kép is, és hát Molnár Cépelmester, szóval tényleg olyan alkotások vannak a magyar művészet történelemből is, hogy így az ember, ha nem is tud róla, sokan nem tudnak róla, akkor elcsodálkozik, amikor először bejön. És nekem is mindig változott, hogy mi a kedvencem, de már hosszú idők óta ez a Mednyánszki portré az egyik kedvencem a gyűjteményből. Hát ugye ez is a 19-10-es években készítette, neki volt egy csavargófej sorozata. Mennyelszki Lászlónak, ugye ő egy báró volt, báró Mennyelszki László, és magát nagyon tetszik az alkotónak is a figurája, meg ahogy ő viselkedett, a rengeteg ilyen sztori történet maradt meg róla, és ilyen nagyon egy ilyen kettőség jelenik meg benne, tehát két véglet. Ugye bárói nemesi család, és emellett ő is szeretett csavargóként járni. Mátyás király. Igen. És Párizsban is tanult, és azért az éjszakai életet ezeknek az ilyen jövőtelen, furcsa férfiaknak a portréját festette. Hát több szinten is vonzódott, úgymond, ezekhez a csavargó fiúkhoz, és ez az egyik portréja, ami nálunk van, és ez... Tehát ott a 20-as évekből ismertek ezek a fejek, és ott nagyon, nagyon erőteljesek, groteszkek, ilyen állatias erő jelenik meg azokban a fiúkban. És itt is itt van ez egy kicsit olyan melankólikusan tekint ránk ez a portré, de mégis egy érdekes portré, mert kevés benne a festői forma, vagy festői eszköz. Ugye pár színt használ. Földszíneket, ilyen mély tónusokat, és mégis a portrének van egy nagyon, nagyon szerintem egy ereje, és mindig, amikor nézek, másképpen próbálom ezt a fiút megfejteni, hogy most ő szomorú, vagy dühös, és a saját hangulatomtól is mindig változik, hogy most hogyan látom ezt a csavargó fejet. Közben a mosolyt is ott láttam benne.
Meg hát ugye az, a tekintete is olyan szegény is, meg ugye, hogy csavargó fej, ugye hát a társadalmi rétegnek az alján van, és őt is egy ilyen kis sarokba rakták. Ez is valahogy szerintem úgy olyan szépen párbeszédben van magának a portrénak a háttértörténetével is. És nagyon örülök, hogy itt van, és élőben látni. Láttam ezeket az ismertebbeket ebből a sorozatból a Nemzeti Galériában is, ugye fenn a várban, meg Kecskeméten is, ugye a kecskeméti gyűjteményben is vannak ilyen csavargófejek, és nagyon érdekes adaléka ez a portré annak a sorozatnak. És ugye magában a művében is, ahogy az emberben megvan az a kettősség, tehát ezek mellett az ilyen erős, pszichoanalitikus portrék mellett, meg ott voltak Menyeszkinek a csodálatos tájképei is. Két világ, és ez a kettősség nekem nagyon vonzó, és ezért is szeretem talán ezt a portrét a legjobban. Itt a szakközépiskolában, meg a főiskolán a pedagógia-pszichológia tanszék, óvodapedagógus és tanítópedagógus diákjai tanulnak különböző művészeti neveléssel kapcsolatos tantárgyakat. Tehát alapkészségeket sajátítanak el. Festészet, grafika, kis díszítőművészet, egy kis művészettörténet, tervezőgrafikai alapok, kompozíció. Tehát végülis ugye, ami a tanítónénynek, meg majd az óvónénynek szüksége lesz ahhoz a gyerek, hogy a gyerekeknek is átadja a művészetnek a szeretetét, meg a művészi kreativitásnak a fejlesztését. Az előbb mesélted, hogy 7 tantárgyat tanítasz, ezt mind te tanítod? Azért osztozkodok, nem azért, mert mindent magamnak szeretnék, csak hát még sajnos hiányzik a pedagógiai istálóból azok a nemes intett lovak, akik ezt tudnák tanítani, vagy hát, hogy itt lennének nálunk, ugye nagyon nagy hiány sajnos Kárpátalján a pedagógusi szakmában különböző szinteken. A tanár, ugye mindenki külföldre orientálódik, és itt is legtöbb esetben gyakorlatot tanítok, és Kopriva Attilával, dr. Kopriva Attilával osztjuk meg a tantárgyakat, ő tanítja az elméletet, én pedig a gyakorlatot. Pár tantárgyat pedig ugye magamot tanítok, és ettől az évtől pedig még Gogola Zoltánt vettük fel, aki új munkatárs. Lesz segítséged? És lesz segítség, mégis ő most a szaktanteremnek a laboránsa, és a szakközépiskolai tantárgyakat ő tanítja. Imár a főiskola felsőfokú tanintézetében nem dolgozom, én csak a főiskolán dolgozom, és akkor ott vezetem az órákat. Mi volt ennek a hegységnek a beszélve neve? Szerencsére, aminek nagyon örülök, hogy amellett, hogy ugye folyik az óra, és tanulunk együtt, nagyon sok művészeti évfolyamunka is születik. Tehát most nálam is ebben az évben 7 művészeti témát fognak írni évfolyamunkán, és 5 szakdolgozó is művészeti neveléssel, vizuális neveléssel foglalkozik. Úgyhogy ennek örülök. És remélhetőleg, hogy... Ez mindig jó érzés. Így van, és remélem nagyon, hogy amit itt együtt csinálunk, azt tovább is viszik az óvodákba és az iskolákba is. És reméljük, hogy majd utána, akiket ők tanítottak, meg visszajönnek ugyanide, és ez a kör folyamatossá válik. A Révész Imre Társaság elnöke vagy. Mesélsz nekem egy kicsit a társaságról, csak a festményeikről, mert valószínűleg ezek az ő festményeik. Igen, nem hiába jöttünk előbb a Győrterembe. Hát végül is a főiskolának a gyűjteménye az több csoportokra lett felosztva. Az egyik ilyen alcsoport az a Révész Imre Társaság tagjainak alkotásai, és itt a Győr konferencia termet választottuk ennek a képcsoportnak a megőrzésére. Hát itt látható azoknak a tagoknak a munkája, akik már kiállítottak a főiskolán, és ezek itt a főiskolának adományozott alkotások. Én az elnöki posztot a társaságban 2016 óta töltöm be. Ugye Magyar László korábbi elnökünk tragikus halála után hát én lettem az elnök, és azóta próbálom irányítgatni és összetartani a csapatot. Nagyon
nagyon szerteágazó az a paletta, az alkotói paletta, ami a társaságban megjelenik, hiszen 24 aktív tagunk van a 2018-as évtől. Mindenki Kárpátalján él, vagy vannak, akik kárpátaljai magyar származásúak, igen, erre ezt is akartam mondani, hogy azért már több alkotónk külföldre költözött, tehát vannak, akik úgymond Hollandiából, Németországból, Magyarországról, Londonból küldik a postán a munkáikat a kiállításainkra. Például Vereságot? Vereságot, a Baratti Ágnes, Temető István. Hát és sajnos egyre több ugye ez a személy. Azért még mindig itt van az a kemény mag, meg hát az alapító tagjaink közül is még jó páran itt élnek közöttünk és Kárpátalján alkotnak. A főiskola gyűjteményének egy része, ez a Veres Péter festőművésznek a hagyatéka. És a főiskola meg a Révész Imre Társaság több szálon is kötődik egymáshoz, mert Péter bácsi ugyanúgy tanított a főiskolán. Ezeket a vizuális neveléssel kapcsolatos tantárgyakat, amiket én, ugye emellett még egy másik alapító tagunk is, Benkő György is tanított. És a család 17-ben ajánlotta fel Veres Péternek a hagyatékát, tehát itt minden korszakából van egy kis képcsoport a főiskola számára, hát mi megőrizzük végül is, ugye, és bemutatjuk, hogy mennyi csodálatos művészünk van itt Kárpátalján, és ami itt az Esztergomberemben, a díszteremben van, ez végül is az egész hagyatéknak, a gyűjteménynek a fele. Szeretnénk majd valahogy még olyan megoldásokat találni, hogy az egész gyűjteményt bemutassuk, ne úgy legyen, hogy raktárban van a fele, mert most azt találtuk ki, hogy amikor jubilál, tehát a születésnapja jubileumán, mindig váltjuk a kitett képeket, és akkor az a fél, ami most a raktárban van, akkor azt majd lecseréljük, igen, ide, és akkor így tudjuk bemutatni, meg így tudjuk frissen tartani, úgymond az emléket, meg a tárlatot. Tehát emellett a képgyűjteményben még ugye grafikai csoport is van, ahol különböző felajánlott művek vannak, egészen Garanyitól Makovec nyomatokig mindenféle grafikai munka megtalálható. Van egy nagyobb Kános Katalin gyűjtemény is a főiskolának adományozva. Ez folyamatosan bővül, úgyhogy még nem tudom pontosan még milyen csoportokat kell leszítni a katalogizálás közben, de úgy érzem, ezek folyamatosan megtekinthetőek a külső civil emberek számára is? Igen, ebbe egy kicsit problémánk van, hiszen oktatási ügyintézetben vagyunk. És a mostani politikai helyzetben is ugye nem engedhetünk be bárkit, főleg oktatás közben, amikor órák folynak. Ezért maga a gyűjtemény előzetes egyeztetés után tekinthető meg. Tehát ugye megvannak a címek, az honlapon elérhetőek, és akkor általában én, vagy pedig a Pollónyi Katalin, ugye Népművészeti Múzeum is működik a főiskolába, vagy pedig a múzeumnak a munkatársai körbevezetik az érdeklődőket. Tehát egy előtte minimum egy nappal egy előzetes egyeztetés után megtekintjük. Akkor lehet nyugodtan érdeklődni. Lehet érdeklődni, így van. Digitalizáltuk is a képanyagot, tehát az is majd reményeink szerint hamar a honlapon is megtekinthető lesz, hát ha akkor is megjön az embereknek a kedve, hogy élőben is megnézzék, mi van itt. Hogyan látod a világot? Mikor, hogy? Van, hogy színesbe, van, hogy fekete-fehérbe, de most színesben látom. Sokszor szokták kérdezni, hogy miért festek olyan sötét háttereket, meg hogy miért festek sötét képeket, és én arra azt szoktam mondani, hogy inkább szeretek a sötétbe fényt hozni, mint a fénybe sötétet, úgyhogy így szoktam erre a választ valahogy megfogalmazni, de most jól látom a világot, aztán így igyekszem ezt az állapotot minél tovább megtartani. Uraim, ne feledjék, éljenek a nők!